Erős fáj a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jó ismét találkozni, jó együtt lenni itt. Megtaláljuk még a helyünket. És tényleg ünnepez, sőt ezekben a mostani időkben egyre inkább tudjuk ezt értékelni, hogy ünnep az, hogyha el tudunk jönni az Isten házába. Ha többen, ha kevesebben, de itt lehetünk, és hallgathatjuk az igét. Útmutatóbeli mai egyik ige szakaszunkkal hadd köszöntsem a testvéreket, hogy a kivetítőn is láthatjuk. 2 Tesszalonika 16:17-ből. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Bizony az Úr az, aki bennünket meg tud erősíteni, nem csak a hétköznapokban, nem csak feladataink végzésére, hanem arra, hogy be tudjuk tölteni a mi keresztény hivatásunkat. Hogy ne csak úgy végig éljük az életet, úgy valahogy, hanem hogy az legyen egy áldott élet, egy gyümölcstermő élet. Hogy a körülöttünk élők számára is lehessen hatással, ami hívő életünk. Erről fog szólni ma az üzenet is, majd az ige hirdetésben, és így készüljünk az alkalmunkra. Először most a hirdetéseket szeretném még átadni a testvéreknek. Jövő héten, hétvégén pünkösd. Hétvégéje lesz pünkösdi ünnep. Vasárnap 9 órakor megszokott időpontban lesz itt istentiszteletünk a templomban. Ezen az alkalmon a furuljások az iskolából érkeznek, és zenével fogják megörvendeztetni a gyülekezetet. És ezen a vasárnapon, hosszú idő után ismét tudunk majd úrvacsorát ünnepelni, továbbra is bemártásos módon történik ez majd. Figyeljünk egymásra, vigyázzunk egymásra, de azt hiszem, hogy az előírások betartása mellett erre már lesz lehetőségünk nyilván annak, aki ebben szeretne élni. Tehát jövő héten vasárnap, pünkösd vasárnap 9 órakor lesz Isten tiszteletünk, és ugyanígy pünkösd hétfőn, az ünnepnek a második napján is 9 órakor fogunk találkozni itt a templomban. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik a takarításban, az egyházi szolgálatban, vagy éppen a videó szolgálatban segítenek ezen a héten. Köszönjük az ő szolgálatukat. Hirdetem még adományainkat is. A persely pénz múlt vasárnapon 12.100 forint volt. Isten áldja meg az adakozókat, az adakozó kedvet, és adja meg az adományok bölcs felhasználását is. Isten tiszteletünk most a 475-ös számú énekkel fog folytatódni. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, ne resd el orcádat előlem. Te voltál az én segítségem, ne hagyj el engem, üdvözítő Istenem. Taníts engem, Uram, a te utadra, és vezess egyenes ösvényen. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Halld meg, Uram, hangomat, hozzád kiáltok, ne resd el orcádat előlem. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, valóban te házadba jöttünk, amely az imádság háza, és az a jó és az a helyes, ha itt is, ezen a helyen is te hozzád kiáltunk, hogyha te hozzád szól néped könyörgése. Urunk, segítségül hívunk ma valóban téged, elsősorban is azért, hogy meghallhassuk igéd hozzánk szóló üzenetét, hogy mindaz, ami itt elhangzik, eljuthasson gondolatainkig, szívünkig, és gyümölcsöket teremjen bennünk. Urunk, azért is szól az imádságunk, hogy bocsásd meg vétkeinket, hogy bármi, amit tettünk ellened, vagy tettünk mások ellen, mindazok az alkalmak, amikor elmulasztottuk a szeretett cselekedeteit megtenni, vagy bármi olyan más dolog, ami bennünk volt, bennünk van, és nincs a te tetszésedre. Kérünk, bocsásd meg nekünk, és tisztítsd ki ezeket belőlünk. Hadd szabaduljunk meg azoktól, hadd ne válasszanak el többé már tőled, és hadd részesülhessünk a te minden értelmet meghaladó kegyelmedben. Az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapon, amely a húsvét utáni 6. vasárnap, az oltár előtti felolvasású rendelt igéinket. Először az Ószövetségből, Jeremiás próféta könyvéből, a 31. fejezet 31. versétől kezdődően a következőképpen. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Úruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többi egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. És hallgassuk meg az Új Szövetségből, Péter első levele 4. fejezetéből, a 7-től a 11. versig terjedő szakaszt is. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja a szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön. Őké. Magasztaljuk Istenünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet és készüljünk az ige hirdetése a 467-es számú énekünkkel.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg hittel és figyelemmel mai vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, amint a kivetítőn is láthatjuk. Lukács evangéliumából a 24. fejezetből a 46-ostól a 49-es versekig. Jézus mondja tanítványainak: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Így hangzik az a megszólítás, amit az igéhirdetés elején szoktunk hallani. Viszont a mai igénk alapján akár úgy is hangozhatna ez a mondat, hogy szeretett tanútársaim az Úr Jézus Krisztusban. Tanúk vagyunk ugyanis Krisztus követésében, nem csupán hallgatóság, nem csupán olyanok, akik figyelünk csendben a Mesterre, hanem hordozzuk a továbbadás felelősségét is, az örömhír továbbadásának felelősségét. A tanúskodás feladatát tehát ránk bízta, ránk is bízta Jézus az ő egykori tanítványaival együtt. Erről szól mai igénk üzenete. Nézzük meg, hogyan is épül fel mindez. Az első pont az, hogy az események. Mert amikor valakit tanúként oda hívnak egy ügyhöz, akkor az azért történik, mert az illető azt a szóban forgó esetet látta. Tudomása van róla. Részese volt talán ennek az esetnek. Például egy hétköznapi dolog, ugye bíróságra azért nem nagyon szoktunk járni, de mondjuk olyan már megeshetett velünk sokakkal, hogy egy okiratot kellett mondjuk tanúznunk, hogy tanúként oda kellett írni a nevünket, adatainkat egy hivatalos dokumentumhoz, bankba vagy okmányirodába ide-oda. Ugye ott is ugye jog szerint tulajdonképpen tanúként azt igazolom, hogy az aláíró, akinek alá kellett írnia ezt a papírt, az ő maga saját személyében írta ezt alá. Tehát ott voltam, láttam és ezt tanúsítom, hogy tényleg ő írta alá, akinek a neve szerepel rajta. Krisztus tanúiként is hasonló a helyzetünk. A megváltónkkal történt eseményekről és értünk végzett szolgálatáról szól a vallomásunk. Tehát arról szól a mi hitvallásunk, hogy mit tett Jézus a világgal, és mit tett én velem. És hogy milyen események zajlottak le vele. Nyilván mi nem tudtunk ott lenni személy szerint, ahogy a tanítványok ott voltak, de mégis az ige alapján megismerhettük ezt, és Isten bennünk végzett munkája által ezt átélhettük. És hogy milyen eseményekről is van szó, mi a hitvallásunk tartalma, erről szól igénk első néhány mondata. Repetitio est mater studiorum, mondja a latin, ismétlés a tudás anyja. Jó ezt ismét újból és újból átismételnünk, hogy miről is szól a mi tanúvallomásunk. Az első, amit látunk, hogy úgy van megírva, így kezdődik az ige mondata, 46-os versben. Úgy van megírva, mondja Jézus. Ezzel azt fejezi ki, hogy ami vele történt, akár a földi élete során, akár különösen is az ő szenvedését és halálát nézve, hogy ez nem csak az eseményeknek egy véletlen összjátéka volt, hogy minden úgy állt össze, hogy ez éppen így alakult, hogy olyan jól szervezkedtek Jézus ellenfelei, annyira szerencsétlenek, gyengék voltak az ő tanítványai, hogy mindez végbe mehetett, nem így történt, hanem minden egy isteni nagy tervnek a része volt, amiről az Úr már évszázadokkal ezelőtt kijelentette, hogy így és így fog megtörténni, profétái által. Mindez már meg volt írva előre,
elhangzott előre. Jézus nem csak úgy belecsöppent az eseményekbe, ahogy Pilátusról szoktuk mondani, hogy belekeveredett, mint Pilátus a krédóba. Nem erről volt szó, hanem ő az isteni tervet vitte véghez, az atyától kijelölt megváltó volt. Tehát ez, hogy úgy van megírva. Aztán folytatásban Krisztusnak szenvednie kell. Jézus a váltságot nem emberi hatalommal vagy angyali légiók bevetésével szerezte meg, hanem ennél sokkal fájdalmasabb módon, szenvedése és halála által. Hiszen a bűn zsoldja nem lehetett más, nem lehet más, csak a halál, ezt tudjuk, ez egy alapvető igazság az igében. Jézus azonban elvállalta az áldozati báránynak ezt a szerepét. Elvállalta, hogy egyszeri és örök áldozatot hozzon, értünk a kereszten. Átvette vétkeinket, tulajdonképpen erről szól ez az esemény, és testében felvitte a keresztfára. Belehalt mindabba, amit mi követtünk el, Isten és egymás ellen. Így szerzett nekünk bocsánatot az Atya előtt, amely ma is elérhető lehetőség bárki számára. Folytatjuk tovább, a harmadik napon azt mondja Jézus, hogy fel kell támadnia a halottak közül. De Jézus ugye meghalt, de nem maradhatott a sírban. Isten fiaként ugyanis ő uralkodik a halál felett is. Így történt, hogy a harmadik nap reggelén, ugye húsvétkor tudjuk, élőként jött elő a korábban lezárt sírból. Így hozta el nekünk az örök élet ajándékát is, amely a bűnbocsánattal és a kegyelemmel együtt Istentől kínált lehetőség. Ma is kínálja ezt, hogy van bűnbocsánat, van örök élet, itt van, élhetsz vele, élj vele. És még ezt is mondja Jézus, hogy hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Mindez a csodálatos üzenet, ez a kegyelem csomag, az isteni szeretetnek a hatalmas nagy csomagja, ez pedig nem csak egy kis csoport számára szól. Nem csak a történelem folyamán egyszer hangzott el és egyszer kínálta fel Isten egy nemzedéknek, hanem mindenki felé szól. Nem csak az evangélikusok felé, nem csak a magyar kereszténység felé, hanem minden néphez, mindenkinek. Nem csak egy szerencsés kisebbségnek, hanem akik mondjuk hitben nőnek fel, vagy keresztény kultúrában nőnek fel, hanem az egész világnak szól. Hát hozzánk is így juthatott el a történelem folyamán az Istennek az igéje, a kereszténység hitvallása. És reménység szerint tőlünk is hasonló módon kerülhet majd tovább mások felé. Mert ez az ajándék, az Úr Jézus kegyelme és megváltása, az mindenkinek szól. Ez tehát az első, hogy az események, hogy miről is szól a mi hitvallásunk. Tovább menve a második pont, a tanúk. A tanúk. Jézus legközelebbi követőit az evangéliumokban mindig tanítványokként látjuk megnevezve. Tanítványok. Itt viszont Lukács írása szerinti utolsó fejezetben Jézus tanúknak nevezi őket. Eddig láttak, hallottak, tanultak, most pedig elkezdődik a hitvallás időszaka. Ugye ez Jézus mennybe menetele előtti párbeszéd. Innentől mondja Jézus, hogy innentől már nem csak tanítványok, de tanúkká is lesztek. Azt hiszem, hogy a tanú szó hallatán nagyon sokaknak, idősebbeknek, felnőtteknek, Bacsó Péternek a régi 1969-es filmje jut eszünkbe, a tanú címmel, ahol hát az egyszeri gátőrnek a viszontagságait mutatja be a film, a kommunista világban, a mindenféle kusza politikai útvesztőkben, hogy hogyan sodródik ez az egyszerű ember. Azt hiszem, hogy sok mondatot tudunk is magunkban már felidézni ebből a filmből, amiben vannak ilyen vicces jelenetek, vicces mondatok is, és több is talán már visszacseng a fülünkben. Én csak egyet szeretnék felidézni, mikor Virág elvtárs készíti föl a nagy tárgyalásra
a szegény gátőt, ugye még azt mondja nekik innen a tárgyalás előtt, hogy mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs. Egy nagyon szép vallomást várunk magától. Na hát, csak azért hoztam ezt ide, mert a Krisztusról szóló örömhír tekintetében is megvan ez az igény az Úrtól felénk, hogy vár tőlünk egy szép hitvallást. És ennek a világnak a fiai is várják a kereszténységnek a szép hitvallását, ami nem egy kitalált történet, nem valami összetákolt történet, hanem az ige igazsága, az Istennek az igazsága. És arra hivattunk el, hogy ezt a szép hitvallást megtegyük. Szóval, életünkkel, a szeretetnek a cselekedeteivel. Hiszen lépten nyomon, minden apró találkozásból, minden apró eseményből válhat számunkra hitvallás. A tanú pedig csak addig tanú, amíg megteszi ezt a tanúvallomást. Mert hogyha azt mondja a tanú, hogy én nem élek ezzel a jogommal, hogy tanúskodjak ugye egy perben, akkor megszűnik tanúnak lenni, akkor kiesik ebből a szerepből. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy keresztényként csak addig lehetünk tanúk, amíg betöltjük ezt a bizonságtevő hitvallásunkat. Hallgatásunkkal az igazságtól fosztunk meg másokat. Azokat, akik az Isten nélküli élet hazugságai és fél igazságai között keresik az ő útjukat. Azokat, akik a világ igazságtalanságai alatt szenvednek. És azokat is, akik remélik, hogy létezik valami nagyobb, valami szebb, valami isteni igazság, ami kiemel az emberi gyarlóságok, bűnök és csalódások mélységeiből. Jézus a hegyi beszédben kijelenti, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És ebben a megelégítésben pedig bennünket is szeretne felhasználni. Ami tanúvallomásainkat is szeretné az Úr felhasználni. A rengeteg áldás, az örömhír ismerete, a kegyelem csodás ajándéka mellé, tehát ilyen feladatot is kapunk az Úrtól. A megvallás és a tanúskodás felelősség teljes hitvallását. Így lesz a tanítvány egyben tanúvá is. Krisztus követésében. És az utolsó pontunk pedig a megerősítés ezek után. A megerősítés. Hogyha a tanúkról csak hétköznapi értelemben gondolkodunk, akkor hát az nem egy könnyű feladat. Most világi jogi értelemben. Különösen mondjuk, hogyha egy büntető perben kell tanúskodni, hogy ki kell állni, és valami terhelő bizonyítékkal, terhelő vallomással szólni valaki ellen. Vagy éppen szembesítik a tanút a bűncselekménynek az elkövetőjével, és négy szem közt, vagy szemtől szembe meg kell állniuk egymással. És nem ritka ilyenkor, hogy a tanú egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben mondjuk megjed, és eláll a tanúskodástól, és inkább a saját maga védelme érdekében nem vállalja azt, hogy kiálljon és vallomást tegyen. Krisztusról szólni sem könnyű dolog. Nyilván itt a gyülekezetben összejövünk a templomban, itt ez egy védett közeg, itt sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb ebbe részt venni, sokkal inkább tudunk ebbe békességgel részt venni. De ezen kívül, a templomi, a gyülekezeti kereteken kívül ez már sokkal nehezebb. Megélni a mi hitünket, akár egy beszélgetésbe is behozni ezt témaként. Akár még néha családon belül is nehéz ez, amikor nem mindenki vallja az családon belül Úrnak Krisztust, és már nehezebben beszélek róla. Vagy éppen baráti körben, vagy kollégák között, vagy egy olyan közösségbe, ahova én eljárok, ahol esetleg én vagyok az egyetlen keresztény. Ott is már sokkal nehezebbé válik a hitvallás. Aki nem
aki nem elég bátor, akinek nincs egy ilyen fajta Krisztusba vetett ereje, annak könnyű megfutamodnia, és csendben maradni ezekben a helyzetekben. Aztán pedig sokszor közben meg szomorkodunk, hogy nincs növekedés az egyházunkban, hogy nem jönnek emberek, nem érdekel senkit annyira az Istennek a hívása. De hát amíg csöndben vagyunk, amíg nem hangzik tőlünk is a tanúvallomás, addig nem is várható túl nagy változás. Jézus tanúként szólít bennünket, és ez a nehéz feladathoz erőt is ad. Nem csak felhív a feladat végzésére, és nézi öbetett kézzel, karba tett kézzel, hogy akkor most hogyan erőködünk, hanem meg is erősít ebben. Erről szól igénknek az utolsó mondata, hogy elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Tehát mennyei erőt ígér Isten a tanúinak, akik őróla szólnak. Hát még a bibliai tanítványok is féltek Jézusról szólni, ez természetes, emiatt nekünk nem kell kevesebbnek éreznünk magunkat. De nekik is és nekünk is ígér Istenünk a mennyei megerősítést. Ugye ez a pünkösdől szól, amikor 50 nappal később, húsvét után Jézus elküldi az ő szent lelkét. Ezt fogjuk jövő hétvégén ünnepelni. De a hatása már ma is itt van. A Szentlélek hatása, ereje már ma is itt van közöttünk. Az első pünkösd óta folyamatosan erőforrása lehet Isten népének. Talán sokan félünk Krisztusról úgy nyíltan, bátran szólni. De lássuk meg, hogy ilyenkor nem vagyunk egyedül. Nem a magunk okosságát szóljuk, és nem a magunk erejéből kell odaállnunk. Hiszen Isten az ő lelkével erősít meg bennünket. Láthatatlan, de mégis átélhető és csodás módon. Meg lehet ezt tapasztalni, hogyha odalépünk valakihez, és vesszük a bátorságot Krisztusról szólni. Ugye nem ilyen nagy prédikációkról van szó, hogy kiállok a főtérre, egy magaslatra, és onnan hirdetem az Isten igéjét, nem erről van szó, csak egyszerű hétköznapi beszélgetésekről, amikor szívvel és szeretettel tudok valakinek beszélni Istenről, az ő szeretetéről és Krisztusban elérhető váltságról. És ilyenkor, ha ebbe veszem a bátorságot, akkor a Szentlélek úgy elkezd dolgozni, és megadja a szavakat, megteremti a helyzetet. Lehet, hogy éppen akkor derül ki, hogy jaj, de jó, hogy ezt mondod nekem, mert ilyen és ilyen gondom van. Megteremti Isten ezeket a helyzeteket, előkészíti. Megadja a gondolatokat, hogy miket mondjunk, és megadja a fogadó készséget is az örömhírre. Ugye ezt csak akkor tapasztalhatjuk meg, hogyha ebbe belevágunk. Olyan ez, mint mondjuk strandon ott egy medence, és hát tudunk a víznek a felhajtó erejéről, de hát hogyha csak nézzük azt a medencét, meg ott sétálunk körülötte, abból az nem fog kiderülni. Szükséges az, hogy beleugorjunk, vagy belemenjünk abba a vízbe, és érezzük, hogy olyan könnyűek vagyunk, hogy ez a felhajtó erő, ez bár nem látható kívülről, de úgy belemerülve tényleg érezhető és hatásos. Valahogy így tart meg, és így erősít bennünket is a Szentlélek egy-egy tanúvallomás idején. Itt a végén összefoglalva tehát, mit is üzen nekünk mai igénk? Urunk, nem csupán megáldani kíván bennünket, azt is, de ezen túlmenően cselekvése is hív. A tanúságtételt kapjuk feladatul, amelynek során az ő csodás megváltói munkájáról szólhatunk a körülöttünk élőknek. Nem csak a másik evangélikusnak, nem csak a másik kereszténynek, hanem bárkinek, akivel kapcsolatba kerülünk. És ebben a küldetésben pedig nem maradunk magunkra, nem bizony, mert Isten az ő lelkét adja, támogat és hordoz minket ilyenkor. Persze azt is el kell mondani, hogy az eredményt gyakran azért nem látjuk.
mert nem úgy működik az, hogy valakinek elmondom, hogy az Úr Jézus szeret téged és megváltott a bűneidből, és hirtelen az illető egyből megtér és jön a gyülekezetbe. Ez a tapasztalatunk, hogy ez azért nem így szokott működni. Sokszor hosszadalmas és látszólag eredménytelen is a küzdelem. Már-már néha fölöslegesnek is érezzük, hogy minek beszéljek én az Istenről, úgyse hallgat ez rám. De a pillanatnyi sikertelenségen túl bízzunk az Úr felszín alatti, láthatatlan munkájában, amit a bizonyságtételünk nyomán tud és kíván elvégezni. Töltsük be kitartóan tehát a Krisztusról szóló tanúság hivatását, és várjuk, figyeljük reménységgel annak gyümölcseit. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked mai igédért és annak üzenetéért. Köszönjük, hogy te cselekvésre hívsz bennünket. Adod igéd üzenetét, erejét és áldását, küldött szent lelkedet is. És arra indítasz, hogy mindezt, amit kaptunk tőled, ne tartsuk meg csupán saját magunknak, hanem tudjuk azt megosztani másokkal, megosztani a körülöttünk lévőkkel is. Így hozzuk eléd, Urunk, mai könyörgéseinket is. Urunk, nincs a világnak olyan szeglete, ahonnan ne hangozna feléd az imádság szava. Kérünk, hallgasd meg könyörgő gyermekeidet. A világ annyi pontján sírnak, rettegnek és félnek az emberek. Hallgasd meg a neked mondott imádságokat. Legyen az akár könyörgő szó, legyen akár örömteli hálaadás. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által a mi életünk oldaláról is ismered küzdelmeinket, elesettségünket, problémáinkat és gyötrelmeinket. Kérünk, emelj fel bennünket ezek közül, és erősíts meg bennünket. Erősítsd meg különösen is ima életünket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Úrunk, bocsáss meg nekünk az Úr Jézus Krisztusért az ellened és az egymás ellen elkövetett bűneinket. Sokszor elfeledkezünk az imádság erejéről, a szeretet gyakorlásáról, a másik embernek való megbocsátásról, az őszinte, szelíd és segítőkész életről. Problémákat okozunk magánéletünkben, családunkban, munkahelyünkön, akár egyházunkban is. Úrunk, hadd legyen a te bűnbocsátó szereteted megtartó erő az életünkben. Újítsd meg lelkeddel életünket, emelj fel bennünket a bűnből, az elgyötörtségből és az elesettségből. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, az életünket megváltó üzenet megismerésének felszabadító örömhíre még olyan sok emberhez el kellene, hogy jusson. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Adj, Urunk, hitben megújult életű embereket, akik örömmel és életük példájával tesznek tanúságot rólad. Segíts meg mindnyájunkat, hogy felismerjük életünk gyengeségeit, és hozzád forduljunk a jó hír megismeréséért. Fordulj egyházat felé kegyelmeddel, hogy minden ember szavával és életével a te igehirdetőd lehessen, a maga helyén, a maga környezetében. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk hozzád minden szenvedőjét, otthon vagy kórházban levő betegekért. Kérünk azokért, akik haldoklásban vannak, akik már a te hozzád való költözésben vannak. Légy azokkal, akik gyászolnak. Légy azokkal, akik elhagyottak, magányosak. Légy az özvegyekkel, légy, Urunk, kitaszítottakkal, légy azokkal, Urunk, akikre talán senki más nem figyel. Vigasztalásod ereje, érje el a szükségben levőket, hogy reménység gyulladhasson szívükben. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Áldunk téged, Urunk, hogy meghallgatsz minket, és többet, jobbat adsz reménységeinknél az Úr Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt még így imádkozunk.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Végül pedig helyünkön fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet, és a befejező énekünket pedig a kivetítőn láthatjuk, olvashatjuk, követhetjük. Énekeltük korábban már ezt a gyülekezetben az első versét, felolvasnám. Eljönnél-e vélem én, ha hívlak és nem más? Indulnál, ha ismeretlen tájak várnak rád? Dicsérnéd az én nevem, hirdetnéd szeretetem? Ápolnád-e életem magadban és bennem? Ez a dalszöveg, mintha egy az Úrtól szóló hívás és kérdések sora lenne az ő tanítványaihoz, mi hozzánk, énekeljük így, kövessük így ezt az éneket. Thank you.
erős vármi Istenünk.